1957. januárjával nem csak egy új év, hanem egy új korszak is köszöntött Oroszlányra. Bányaüzemeink leváltak Tatabányáról, és megalakult az önálló Oroszlányi Szénbányák vállalat. Ez nem csak egyszerű presztízs győzelem volt. A bánya ugyanis, mint beruházó, az elkövetkező évtizedekben a városépítés motorjává vált. Még ebben az esztendőben befejezték a megkezdett tömböket, sőt, újak építésébe is fogtak. A kormány is akcióba kezdett, és állami támogatással megépítettek 120 családi házat a Borbála telepen. Kedves hallgatóim! A Magyar Televízió kísérleti adását közvetítjük. Az év szenzációja kétségtelenül a televíziózás megindulása volt. A Magyar TV első hivatalos adása a május 1-jei felvonulást közvetítette. Próbaadásokat persze már hónapokkal korábban is sugároztak, így 57 márciusában három oroszlányi rádióamatőr szerkesztett egy antennát a vételhez. Az első műsor, amit a Vájár Tanuló Intézetben néztek, a Rómeó és Júlia volt. Az 1960-as évek elejére már 5-6 ezer családnak volt készüléke az akkor 18 ezres lakosú városban. S ha már a lélekszámról esett szó, ide tartozik, hogy 57 márciusában szülőotthon nyílt a Lenin körúton, a volt bölcsőde helyén. Ez hamar kicsinek bizonyult, ezért a bánya felajánlotta a korábbi rendőrség ekkor munkásszállónak használt épületét. 4 évvel később itt nyílt meg az új szülőotthon, immár 7 korteremmel és 25 ágyjal.